Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Ma délutántól hivatalosan is Boris Johnson, Nagy-Britannia miniszterelnöke. A konzervatív párt új vezetőjeként Johnson két fontos ígéretet tett. Modern országot tükröző kabinetet állít össze, és október végéig mindenképpen lezárja a Brexitet. Egy friss felmérés szerint a britek alig negyede örül annak, hogy az egykori külügyminiszter került az ország élére. Boris Johnson múltja, jelene és főként jövője foglalkoztatta szerdán a brit lapokat. Theresa May ma hivatalosan is búcsút intett posztjának, melyet közel két hónapja már egyébként is csak ügyvivőként töltött be. Felmérések szerint a szigetország lakói nem nagy lelkesedéssel várják az új kormányfőt, pedig Johnson még London polgármestereként kifejezetten népszerű vezető volt. Az országunk megosztottságát mutatja az, hogy olyan vezetőnk lett, aki egy szűk elit réteget képvisel. Már külügyminiszterként is óriási káoszt hagyott maga után, most mégis őt választották meg, mondja egy fővárosi lakó. De vannak olyanok, akik örülnek a váltásnak. Theresa May-nél csak jobb lehet, fogalmazott óvatos optimizmussal egy másik londoni lakos. Azt minden elemző kiemelte, hogy az új kormányfő már első munkanapján a mélyvízben találja magát. Meg kell győzni az unió legerősebb országait arról, hogy komolyan gondolja azt, hogy akár alku nélkül is kész kiszállni az EU-ból. Közben az ország gazdasága lassul, sokan gazdaságélénkítő lépéseket várnak, és az Egyesült Államokkal is új egyességet kell kötni, foglalta össze a Johnson előtt álló fontosabb kihívásokat egy politológus. Többek szerint azzal is számolni kell, hogy Johnson kormányfői ténykerése rövid életű lesz. Nem kizárt ugyanis, hogy ha nem az elképzelései szerint alakul az unióból való kiválás folyamata, akár már ősszel távozni kényszerülhet a miniszterelnöki székből. Kiszivárgott értesülések szerint Johnson kedden egy zárt körű ülésen találkozott a konzervatív párt parlamenti képviselőivel, ahol állítólag arról beszélt, hogy a 2022-ig tartó parlamenti időszak végéig nem tervez előrehozott választást kiírni. Közben megérkeztek az első gratulációk is a külföldi állam és kormányfők részéről. Donald Trump már kedden megüzente, jó választásnak tartja Boris Johnson személyét, aki véleménye szerint nagyszerű munkát fog végezni. A francia elnök és az Európai Bizottság új vezetője sajtótájékoztatójukon úgy fogalmaztak, várják a közös munkát és egyeztetéseket, nem csak a Brexit, de más nemzetközi ügyekben is, például a mélyülő iráni válság kapcsán. Megszavazta a francia parlament alsóháza az Európai Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálását. Bár az egyezmény 2017. szeptembere óta hatályban van, eddig csak a tagállamok fele hagyta jóvá. A francia szenátus ősszel szavaz róla, de az alsóház döntését nem írhatja felül. Az alsóházi szavazás előtti vitát a karzatról nézte végig egy 16 éves svéd környezetvédő aktivista és több társa. A fiatal lány előtte arra kérte a képviselőket, tegyenek a széndioxid kibocsátás csökkentése és a globális felmelegedés mérséklése érdekében. A kormánypárti képviselők többsége megszavazta a szabadkereskedelmi egyezmény ratifikálását, a baloldali és a szélső jobboldali pártok viszont ellene voksoltak. A klímaváltozást jelzik az egyre gyakoribb hőhullámok. Erre figyelmeztet az ENSZ alá tartozó Meteorológiai Világszervezet. Franciaországban a kánikula és a szárazság miatt másodfokú narancssárga riasztást adtak ki 80 közigazgatási régióra, többre, mint korábban bármikor. 73 régióban a vízhasználatot is korlátozták. Előrejelzések szerint a héten több európai országban is meleg rekordok dőlhetnek meg. Szökőkutakban és a Szajna partján próbálták átviselni kedden a hőséget az emberek Párizsban. Előrejelzések szerint a városban csütörtökön 40 foknál is melegebb lehet. Már most nagyon meleg van, és ez nagyon kihat ránk. Úgy érzem, hogy éget a nap. Nagy a forróság, mondta egy floridai turista. A délnyugat-franciaországi Bordeauxban kedden melegebbet mértek, mint eddig bármikor. 41,2 fok volt, amivel 16 éves rekord dőlt meg. Közben a fővárosban 35 fok volt. Ilyenkor igazság szerint kevesebb fagyit adunk el, mert minél melegebb van, az emberek étvágya annál kisebb, magyarázta egy fagyiárus. A Meteorológiai Világszervezet szerint a hasonló hőhullámok egyre korábban kezdődnek, és egyre intenzívebbek. Sok ország viszont felkészültebb, mint évekkel ezelőtt volt. Június vége, július eleje, vagyis az előző hőhullám óta Franciaország sok részén nem esett.
Több helyen rekordkevés csapadék hullott, mondta a szervezet szóvivője. A spanyolországi Baszkföld több részén kedden 40 foknál melegebb volt. Aragónia székhelyének környékén pedig, ahol nemrég erdőtüzek pusztítottak, vörös riasztást adtak ki. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint az ország nagy részén magas a kockázata annak, hogy a hőség, az erős szél és a villámlások együtt tüzeket okozhatnak. Európában az idei volt az eddigi legmelegebb június. A kontinens több országában ezen a héten újabb meleg rekordok dőlhetnek meg, például Belgiumban, Hollandiában és Németországban is. Támogatná annak a Franciaországot Olaszországgal összekötő vasútvonalnak a befejezését az olasz kormányfő, amelynek sorsa hónapok óta megosztja a kormánykoalíciót. Az öt csillag mozgalom ellenzi a munkálatokat. A nagyobbik kormánypárt azzal érvel, hogy a pénzt a már meglévő vonalak fejlesztésére kellene fordítani. A kormányfő bejelentése azonban egybevág a másik kormányzó párt a Liga álláspontjával. Giuseppe Conte korábban maga is ellenezte a projektet. Állítása szerint most az győzte meg, hogy Brüsszel és Párizs új pénzügyi konstrukciót javasolt, amely Róma számára kedvezőbb. Jövő év végéig már az emberi agyba is beültetnének olyan szenzorokat, amik számítógéphez kapcsolódva segíthetik a Parkinson-kort és akár az epilepsziát is. Elon Musk, a Tesla feltalálója, egy San Franciscó-i rendezvényen jelentette be, hogy az elektromos autó és a SpaceX űrprogramja után most az idegrendszert is meg szeretné hódítani, hogy az emberi agy és a gép közvetlen kapcsolatban legyen. Tudósítónk Baló Klaudia Kaliforniából jelentkezik. Elon Musk legújabb cége, a Neuralink tulajdonképpen összehangolja az emberi gondolkodást a mesterséges intelligenciával. De nem csupán a krónikus betegségek enyhítése a cél, hanem hogy lehetőséget adjon arra, hogy egy nap a gondolatunkkal irányítsuk a számítógép egerét vagy billentyűzetét. Ezen túlmenően azokon is tud majd segíteni, akik valamilyen betegség okozta bénulásban szenvednek, mert az agyuk egy része nincs kapcsolatban a lebénult testrészükkel. Így ők gondolatukkal tudnának irányítani például egy robotkart vagy egy elektromos tolószéket. Hasonló technológiával már több kutató is foglalkozott az elmúlt években, de azt mondják, hogy ez a találmány 15-ször gyorsabb az eddigi rendszereknél. Habár továbbra is agyműtétről beszélünk, de ez a beavatkozás sokkal precízebb és alig hagy heget maga után. A vezetékeket, amik még egy emberi hajszálnál is vékonyabbak, egy robotkar ültet be az agyba, amiket aztán a fül mögé helyezett chiphez csatlakoztatnak. Ezt a rendszert pedig majd egy telefonos applikáción keresztül lehet irányítani. Ezzel kapcsolatban sokaknál felmerült a kérdés, hogy vajon mi történik az aggyal akkor, ha valaki meghekkeli a telefont vagy az applikációt, vagy ha valamilyen hiba merülne fel a szoftver frissítése során. A beavatkozást egerek után már egy majmon is tesztelték, ami képes volt az agyával irányítani a számítógépet. Ahhoz, hogy az embereken való tesztelés is kezdetét vegye, a cégnek szüksége van egy engedélyre az amerikai gyógyszer és élelmiszer felügyelettől, de ez akár egy évig is eltarthat. Lezárják a látogatók elől jövőre az Indonéziához tartozó Komodo szigetét, hogy megmentsék a veszélyeztetett komodói varánuszt és a helyi ökoszisztémát. A világ legnagyobb gyíkjából becslések szerint 1700 példány élhet a szigeten, amely több másik szigettel együtt alkotja a Komodói Nemzeti Parkot. Tavaly több mint 176 ezer turista látogatott a parkba. Január 1-től egy évre kitiltják őket, de csak Komodó szigetéről. Bár a helyiek tiltakoznak, a kormányzat azt reméli, hogy így természetes úton jobban elszaporodnak majd a varánuszok és a kedvelt táplálékuknak számító nagyvadak is. Veterán autóknak rendeztek versenyt kedden a zürichi velodromban. A svájci városban a kerékpáros versenypályán mintegy 60 verseny- és sportautó, illetve motorkerékpár száguldozott órákon át több ezer nosztalgiázó néző előtt. Mindezt egy fesztivál keretében, amit most rendeztek meg a 17. alkalommal. A járművek mindegyike legalább 50 éves volt, dakadt közöttük olyan, amit még az 1920-as években gyártottak, például egy 90 éves Bugatti, amit a tervezőjének unokája vezetett. És ezek voltak a világhíradó hírei szerdán, további szép napot, szép estét kívánok, tartsanak velünk a folytatásban is, viszontlátásra!